Köszöntöm Önöket az FM7 rádióban, a híreket Debner Ádámtól hallják. Megegyezik a kormány és a gazdasági partnerei nézete arról, hogy a közterhek csökkentése keretében legközelebb a járulékokat mérsékeljék, az őszi adótörvény csomagban lesznek munkaerőpiacot, foglalkoztatást kedvezően érintő javaslatok, mondta nemzetgazdasági miniszter a gazdasági kabinet ülését követő sajtótájékoztatón tegnap Budapesten. Varga Mihály hozzátette, ezek a javaslatok január 1-től megteremtik a lehetőségét, hogy sokkal gyorsabban tudjanak elhelyezkedni a munkavállalók a foglalkoztatási problémákkal küzdő vállalatoknál. Elmondta, egyeztetni kívánnak a partnerekkel arról, hogy a járulék csökkentés milyen formáját tartanák szükségesnek. A járulékokat úgy lehet változtatni, hogy továbbra is garantálják az egészségügyi ellátásokat és a nyugdíjkifizetéseket, jegyezte meg. Megpróbált megszökni két menekültügyi őrizetben lévő menedékkérő tegnap a Békés Csabai menekültügyi őrzetbefogadó központból, de elfogták őket, között a rendőrség a honlapján. A Békés megyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a két férfi az épület egyik tetőablakán át kimászott a tetőre. A fegyveres biztonsági őrök felszólítására egyikük, egy 18 éves marokkói férfi megállt, de nem jött le a tetőről, a tűzoltók hozták le onnan. A másik menedékkérő az udvarra ment és a kerítésen át próbált megszökni. A fegyveres biztonsági őrök ezt megakadályozták, de a 27 éves algíriai férfit levették a kerítésről. A központban rend van, a történtek Békés Csaba közrendjét, közbiztonságát nem befolyásolták, írt a rendőrség a közleményben. Szombaton nyilvánosságra hozta Facebook oldalán az ellene szóló vádiratot az a fizesabonyi kamionsofőr, akit azért vontak eljárás alá, mert tavaly novemberben Franciaországban Kalinál többször is veszélyeztette a járművére felszállni, és azzal Angliába utazni akaró menekülteket. Az egri járás és nyomozó ügyészség közúti veszélyeztetés büntet elkövetésével vádolja a 46 éves férfit. Vele szemben az egri ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta, illetve azt, hogy a bíróság kulcsa előtt határozott időre a közúti járművezetéstől. Évszázados szeptemberi hőségrekord dőlt meg tegnap Angliában. A brit meteorológiai szolgálat előzetes adatai szerint a délkelet-angliai Kent megye Gravesend városában délután 34,4 fokot mértek. Ilyen magas szeptemberi maximum hőmérsékletre 1911 óta nem volt példa Angliában. Megdőlt egyben az idei eddigi hőmérsékleti rekord is, mivel a nyár egyetlen napján sem volt ilyen hőség egész Nagy-Britanniában. Az előző idei rekordot augusztus 23-án jegyezték fel a kenti Faversham városában, ahol aznap 34,1 fok volt. A kora őszi brit kánikula a Met Office előrejelzése szerint péntekig tart. A sporthírek támogatója a Hedo Kft. Hedo, mint ami összeköt. Az asztali teniszező Csonka András ezüstérmet nyert az S8-as kategória versenyében a Riói Paralimpia tegnapi versenynapján. A 27 éves sportoló, aki oxigén hiánnyal született, amiatt a jobb karját csak nagyon korlátozottan tudja használni, a kínai címvédővel Chao Shuaijal játszott a döntőben. Sérülése miatt Csonka nem kézből, hanem ütőről szervál, és ugyanígy tett ellenfele is, akinek hiányzik a bal karja. Sors Tamás a negyedik, Tóth Tamás pedig a